A hosszú évek óta működő Kodolányi Szabad Egyetem sorozat is bekerült a 2013-as emlékév programjai közé. A Kodolányi János Főiskola hungarológiai és történeti műhelye a tavaszi és őszi fél évben 5-5 alkalommal szervez szabad egyetemi előadásokat. Ebben a fél évben polgármester úr Csápakovics András fogja megnyitni a Szabad Egyetemet. Reméljük, hogy ő nem csak Székesfehérvár múltjáról, hanem a jelenről és jövőről is fog szólni, és ezután olyan előadások következnek, amelyek valamennyien történeti, pontosabban művelődés történeti témájúak. De előadásokat tartanak majd Vattai Ferenc várkapitányról és az Árpád-kori Fehérvárról is. Mint Csurgai Horváth József, a 2013-as emlékbizottság elnöke kiemelte, fontos, hogy részletesen ismerjék a városlakók Fehérvár múltját, hiszen ez szolgál alapjául a város jövőjének. Úgy gondolom, hogy ezek a témák a város történeti jelentőségén túlmenően nagyon aktuálisan is szólhatnak. Ezt gondolom, hogy a jövőképünk megformálásában is ezek a kutatási eredmények megjelenhetnek. Az előadásokat két heti rendszerességgel tartják majd, és egytől egyig ingyenesek lesznek. Elsősorban középiskolásoknak ajánlják őket, de a szervezők várnak minden történelem kedvelőt. Azok között, akik minden szabad egyetemi előadáson részt vesznek, 5 darab könyvekből összeállított ajándékcsomagot sorsolnak majd ki.